Sziasztok, öreget mindenkinek! És akkor megnézzük a Connect Silence új mapját, ami nem is olyan új, 1,5 éves, sőt, lassan 2 éves lesz, basszus. Na nézzük is. És a mai téma, amit elég sokszor annól is elmondtunk, én is, mert a többiek is, szigettel kapcsolatban, de most kifejezetten az idézésekről lesz szó, méghozzá ugye 2 idézés van, az egyik, amikor a trálokat idézünk, az a szúrge, illetve a másik, amikor a szobrokkal idézünk bosszokat, a szürkéknél. Illetve megnézzük, hogy hol vannak vaultok, meg egyáltalán hol lehet idézgetni, illetve hol vannak vaultok. De persze csak egyet fogunk mindegyikből megnézni. Na szóval mindjárt kezdünk is. Tudjátok, ismétlés a tudás.
Szupi, ennek biztos van hangja. Szóval sziasztok! Inni. Tegnap mondtam nektek, hogy délelőtt ma biztos, hogy nem leszek. Hát úgy jött össze, hogy elfelejtettem, hogy ünnep van ma. El akartam menni ide-oda. Aztán néztem Facebookon az emlékeimet. Aztán ünnep 6-a. Ünnep van ma. Na nézzük meg a naptárt. Tényleg ünnep van ma. Akkor már nem megyünk sehova. Szóval holnap biztos, hogy délelőtt nem leszek. Szóval a mai nap az úgy lesz, hogy délelőtt megnézzük el az idézéseket, megnézzünk egy vaultot, utána meg szerintem vicselzünk ma is. Mert most megint nagyon benne vagyok a vicselbe. Szóval az lesz egész délután. Az Age of War meg majd amikor folytatjuk. A VR-nak elméletileg most kell, hogy vége legyen. Vagy lehet, hogy már vége is, mert 8:50-kor kezdődött. 10 perc ugye, amíg beindul, fél óra vihar. Szóval a shotspell kb. Most lesz vége, vagy most volt vége. Szóval alapban elég sokat dumálok, bár nem vagyok egy beszéléses típus, viszont most hozzá, hogy többet fogok dumálni, beszélni. Na szóval, meg is jöttünk, utána amikor nem látom azt, hogy hol vagyok, szóval ahogy szoktam, mindig újra be kapcsolódunk, mert nem mutatja ugye a játék, hogy hol vagyunk. Hárman vannak, itt ketten vannak. Mi a szigethez megyünk. Jelenleg. Ezt meg kell nézni, hogy pillanat, egy másodperc. Igen, ez működik. Na, és hogy ugye mindig el szoktam mondani nektek, hogy igazából a cseten nincs semmi olyan, ami privát lenne, és aki fönn van a játékban, az is látja a dolgokat, semmi olyan témára nincs szó. Meg lehet látni, hogy elég jó elhülyéskedünk, szóval egész jó a társaság, több milyen mindig. De azért nem mindig jó látni a csetet, szóval már decemberben is többnyire kinyomtam, és most is. Na, ahogy látom, szó szerint vége a viharnak, cuccaim megvannak, szóval szúrge, idézés. Három helyszín van ugye a szigeten, ahol lehet idézni. Az egyik az itt van egy épület. J11-ben. Itt lehet idézni találokat, a másik hely az itt van. Ha én itt látnám, hogy az hol van, ez 9-es? Nem, 10-es. 10. 10 bal alsó. És méghozzá G. G10 bal alsó. Itt. És az utolsó, ami szó szerint itt van mellettem, az meg... ez is hol van? I8. Ez is alul van, jobb alsó része. Szóval ebben a három épületben tudtok idézni találokat. Ha alapot akartok idézni, ahol semmi energia se kell, viszont az energiának is háromféle típusa van. Én most meg nem mondom nektek, hogy melyik energia mennyit ad, azt tudom, a sárga az ad egy százast. A maxos idézéshez kell minimum 500 energia, de a gépet túl is lehet tölteni. Szóval... mert úgy... de csak egy picit jó túl tölteni. Mert akkor jobbak jöhetnek. Említenem, van energia valahol.
ez biztos, hogy nem az. Tehát ez sem az. Na, ez biztos, hogy nem az. Sőt, akkor nem is. Elnézést. Négy típusa van, négy fajtája. Van ez a csekély energia, vagy hogy fordítsam. Van ez az energia, az instabil energia, van a lila, és van még egy, a sárga, de az itt nincsen. Szóval akkor négy típusa van az energiának. A sárga, azt tudom, a 100 energiát ad a gépnek. Ez a csekély energia szerintem csak egyet, a többi az fogalmam sincs. De energia nélkül fogok idézni egy teljesen alapot, pont az miatt, mert egyedül megyek. Szóval tudtok idézni. Illetve a másik idézési lehetőség a szobrokkal való idézés. A szobrok bárhol lehetnek a mappon, táborokban, és itt tudtok idézni, itt van három medence, ahogy látjátok. Itt vannak a szürkék. Itt. Nekik vannak a legerősebb fegyverük, szó szerint. Nálam is ugye az van, az egyik, az az ő fegyverük. És ebben a három medencében tudtok idézni. Én mindig a középsőbe szoktam. Ez meg J4-be van. Ahogy látjátok. Szóval a szobrokkal meg itt lehet idézni. Azt is megnézzük, és mutatok is nektek, valahol nekem annyi szobrom van, mint a picsa. Az első halott emberek. Na, akkor ezt elvisszük, ez biztos, hogy könnyű idézés lesz szobrokkal. Semmi nehezet nem kívánok elvinni, én kívánok. Meg valahol annyi szobrom van, mint a bánat. Mindjárt meg is nézem. Ezekben nincs semmi. Au! Megvan. Ez se vészes. Kettőt idézünk szobrokkal. Én azt mondom. Többit nem viszem. Többi az kemény. Húha! Ez egyedül haláli. Még valami. Ha szobrokkal idéztek. Itt J4-ben. Mindig, ha többen mentek, adjátok a klántársaitoknak vagy más játékosoknak, mert aki idéz, az fogják csak támadni. Szóval ez elég nagy geciség, de szó szerint én amikor volt új játékos, vagy jan új játékos, és megmutatom nektek, hogy mondják, hogy találtunk szobrokat táborokban, mit lehet az a csinálni? Lehet idézni J4-ben. És akkor mondták, hogy vagy én adok nekik szobrot, és mondom, hogy vagy megkérdezem, hogy idéztetek? Szobrokkal? Nem, mi nem is láttunk szobrot. Van kedvetek? Persze. Jó, viszek szobrot adok nektek, idézzetek. Hogy ők idézzenek, pont az miatt, mert őket fogják csak támadni. Ezt tudom, hogy elég nagy geciség, de nem én vagyok a célpont. Ez alapból már jó. Kaját nem iszunk, az nem kell most jelenleg. Piám van, van mindenem. Szuper. És elviszünk egy kezdő trallt. Ő lián. Egy újabb lián. Level nullán. Ez a páncél kombináció, ugye ez a farkasos páncél, a fejes, a felső rész, ez meg a talán a Frost. A többi. Mindjárt megnézem pillanat. Az. Ezek mindnek a pluszai. Ez meg a kézpánt. Ez meg a valamelyik kígyós vaútba lehet ezt kitanulni. Ez mind a támadáshoz ad pluszt. És ezért is van az, hogy alapból ugye a liának 30 a támadása, de ez a páncél kombináció, amit én pár nap alatt úgy megnéztem, hogy milyen páncélok mit adnak. Ez ad plusz 19 támadás, szóval jelenleg 49-es. Van kajája. Szupi.
De én úgy vagyok vele, hogy elég hosszú úton leszünk, szóval adjunk még neki kaját. Illetve az ember folyamatosan fejlődik, tanul, én is, meg ugye ezért jönnek be új dolgok a játékba, itt is. Mindig más fegyvereket használok. A kezdetek óta használom, mondjuk úgy kezdetek óta, a fekete igen megerősített kardot, ami ugye fagyást okoz. Itt van a szürkék egyik fegyve, ez a rövid kard. Ez a, ennek 84-es a sebzése és vérzést ad. És most pár hete találtam ezt a fegyvert, ami egy Gladius. Ezt valamelyik vaultba lehet kitanulni, vagy vagy valahol el van dugva a recept, ami ugye itt a szigeten szinte, sőt nem szinte, egyik receptnek sincs fix helye. Bosszokat adnak recepteket, ládában lehet receptet találni, vagy földön lehet receptet találni, legyen az emoli, vagy bármilyen más tanulási recept, vagy a sziget közepén, Sauron tornyában ugye fragmentét lehet recepteket venni. Lehet, hogy onnan van meg, nem tudom honnan van meg, de a lényeg az, hogy megvan. És olyan kovácssal készítettem, ami alapból erősebb fegyvert készít, így alapból 90 volt a sebzése, plusz ugye kapott egy szöges zsákfejlesztés, így 96, szóval ez a legerősebb jelenleg, és ez mérgezést okoz az ellenfeleknek. Szóval van egy olyan fegyverem, ami 96-ot sebez, ez a Gladius, mérgezést okoz, van egy a szürkéktől, ami vérzést okoz, 84-es sebzés, és itt a mi fagyást okoz a fekete égen megősített fegyver 73-as sebzéssel. És mutatom is. Ó, most lesz este? Ó. Akkor ezt megváljuk. Vagy úgyis az éjszaka csak 5 perc. Szóval ez a fekete ég. Ez a szürkék fegyver. És íme a Gladius. Ami kurva jól néz ki. Csak az a nagy baj, hogy nem lehet se lóra használni, basszus. Na. Akkor menjünk. Amíg éjjel van, vaultok. Több mint egy cucat. Tucat vault van, fiúk, lányok. Mindjárt mondom. Itt van egy vault. Ez az ördögös vault. Itt van egy vault, ez a farkasos. Itt van egy vault, ez a denevéres, Batman. Itt van egy vault, ez a kígyós. Itt is van egy vault, ez is imét egy farkas emberes. És itt van egy vault, ez a goblinos. Ezek a keleti vaultok. Ahol én ugye szinte mindig laktam, meglakok. Akkor van itt egy vault, ez pókember. Pókos. Itt is van egy vault, ez is goblinos. Itt is van egy vault, ez ír. Itt is van egy vault, ez a békás. Nem békás, bocsánat. Azok nem békák, halember. Itt is van egy vault, hálpia. Itt is van egy vault, kígyós. Itt is van egy vault, démon, ez is pókos. Mindez. És itt is van egy vault, ami szintúgy halember, szóval van ha jó számom 13. Aztán lehet, hogy egyet kihagytam, hogy kettőt. Inni. Na, teljes a sötétség legalább. Jobban néz ki a házunk. Szó szerint. És akkor menjünk is. Idézzünk egyet. Hó, bazd meg. Röviden tömmel az infók szerintem ezek. És akkor haladjunk. Kajám van, energialökim van. Kaput nyis! Mindjárt látni fogunk. Így. Pillanat. Azt nem tudom, hogy...
ki van kapcsolva. Én mind a faszomba. Én mindent általánul kikapcsoltam. Pont az miatt, hogy... hogyha valaki esetleg itt mászkálna mellettem, ne vonzálj be a trallókat. Illetve a trallók ne jöjjenek át a falon meg hasonló. Kap egy kis szintet idézés előtt. Most megy le a hold. Elnéz a skorpió, bazd meg. Itt viszont sok a fény. De jó, jön egy csontos is. Tévedtem, nem egy csontos. Olyan kap egy kis szintet. Kicsit gyorsabban, hajnalodik. Nem adunk, hagyunk túlélőket. Még lehet, hogy túl korábban. Öld már meg. És másokat ne vonzunk be. Menjünk. Ó! Oh. Csak üljél ott, jó? Tapossunk bele a gázba. Bazd meg. De ismétlen, azért fejlettettem is el dolgokat, a játékban is változtak dolgok, szóval nem 100% az, amit mondok most is. Vagy lehet, hogy nem 100%. Én így tudom, tudtam, minden változik. Ebben játékban pláne. A csodaszálvas. És ott is van az épület, amiben lehet idézni. Jaj! Bivaj! Bölé! Nem bivaj! Jó lenne, ha lehetnének bölények is, úgy értem kölykök. Megnézném, hogy ilyen. Hú, bazd meg. Földöbte a pacsikát, bazd meg. Kell fel a nap. Ó, bazd meg! Ezt nem is láttam, hogy itt van. Imádom a zenéjét. A lovat azt minden esetre biztonságos helyre kell tenni. Hogy nehogy gondja baja legyen. Az idézések is, ha a trallokat idézünk, több körből áll, azt hiszem ez is ötből lehet. Meg ideje is van, azt hiszem fél óra. Lovat azt ide letesszük. Biztonságban. Úgy. Szóval én mivel itt lakok, itt is idézek. I8. Jobb alsó sarka. Én mindig itt idéztem. És akkor...
Itt van egy recept, vagy... Progress continues on translating the shrines. I have deciphered the story of the elder races. I've made even more progress than the Asheronians. They speak of the shrines as places where they made sacrifice to the crawling chaos. The word here is unclear. It could also mean maelstrom. In return for their sacrifice, they were rewarded with bounty from across the realms. I'm trying to understand exactly what they did so that I can replicate the process. The whispers of my dreams have grown urgent. This line of thought. Ha jól emlékszem, akkor ez ilyen story volt. Emlékeim szerint, amikor én utoljára néztem ilyen storyt, nem volt... ezt jól elmondtam. Nem volt hang, csak szöveg. Szóval lehet, hogy már szinkronizálták is. Na szóval, ha a trollokat idézünk, elég sok funkciója van ennek az épületnek az idézésen kívül. Meg lehet azt csinálni, hogy ebbe tesztek altariumot, ami ugye én adamantiumnak hívom, X-Men miatt, és akkor a trollokat ebben nyers kell, szóval nem a kiégett, szóval nem ez kell bele, nem a rút kell bele, hanem a sima kő, amint a, mindezekben a fákjákban is. Igen, látjátok? Ez a sima kő kell. A nyers adamantium. Mert ezeket be lehet gyújtani, viszont kibaszottul sokat fogyaszt, nagyon kevés ideig jég, viszont nagyon szép. És ugyanazt kell ide is beletenni, és akkor ha ezt meghúzzátok, ezt a kart, akkor az ide lehullott trallok közül sokkol egy párat. Illetve a gépnek van egy olyan funkciója, hogy ezt meg tudjátok javítani. Ezt. És akkor az idéző helyen két oldalt is fal jön fel. Mi egyszer-kétszer kipróbáltuk, elég bágos volt, hogy beleragadt a trall. Szóval én annyi ezt nem ajánlom, javaslom. Meg... szerintem igazából ennyi. Ja, meg nem is, ezt az épületet is le lehet zárni, ha jól emlékszem, de az szerintem följebb van pillanat. Nézem. Közben nézem azt, hogy nem eljön-e valaki. Akkor kinyomom a csetet. Szóval... ja igen, itt is. Ez az? Igen. Ha ezt megjavítjuk, na ez már ez kell, az épületet lezárja. Le tudjuk zárni. Bocsi. És akkor itt van egy recept. Pontosabban itt a recept. Bocs, most reggeliztem. És itt tudunk idézni. Az idézés szerintem pofon egyszerű. Ide kattintunk. Kiválasztjuk azt a helyet, azt a központot, ahonnan idézni kívánunk. Észak. Ez is észak. Kelet, dél, nyugat, központ. Régebben adamantium kellett bele, viszont most már a keményebb fémrút. Nem tudom, mi a magyar neve. Szóval beletesszünk egy kereset. Kiválasztjuk a helyszínt, ahonnan idézni kívánunk. Én most nem tudom, honnan idézünk. Legyen dél. Lekraftoljuk. És ebbe kell, ha akartok, energiát pakolni. A maxos idéz... itt is mutatja, látjátok? A maxos idézéshez kell 500 energia. És ezt olyan egyszerű nézni, hogy... a lépcsőket kell nézni igazából. Mert ahogy teszed be az energiát, úgy nő a lépcsők szintje. Itt tudnám a legegyszerűbben elmondani, és ha itt teljesen fönt van, itt a végén, az a maxos. De ezt túl lehet tölteni, ezt a gépet, valamennyivel túl lehet tölteni, és akkor nem így zölden fog világítani, hanem ilyen vörösen. És akkor nagyobb az esély, hogy jobbak jönnek.
annyi pofáztam már, hogy kiszálltam, bocs. Sokan nem ittam. És ha ez megvan, az energia kész a gépben, egyszerűen meg kell húzni ezt a kart, és gyorsan kimenni. Ez fájni fog. És indul is az idézés. Előjön a polip, ide csap egy villámot és mindjárt potyognak. Elő fegyvert! Ja, és idézésnél a térképen fölkerültök, hogy idézés van. De ez egy alapidézés energia nélkül. Szóval ilyen T1, T2, T3 maximum, ami jön. Jönni fog, csak be kell melegedni a gépnek. Na, jönnek. És így hullanak le az égből. De én elmondom nektek, ja, akkor ezek dálfájk, oké. Okay. Honnan indítsztem? Dél? Azt hiszem dél. Na, a lényeg az, hogy szerintem Purge-nél sokkal jobbak jönnek, legyen az melós vagy harcos. Tedd a dolgod, Lian. T3-os. Pókháló nem kell nekem. Esekel. Hát itt jelenleg semmi nem kell. A szerintem boss lesz. Ezt úgy imádom, amikor mondani akarom a talának, hogy menjél, ehelyett fölveszek egy kibaszott fát vagy követ. Whipper a terrible. Alapidézés, fiúk, lányok, ez ilyen, túl sok jót nem lehet jelenleg válni. De meg lehet nézni? Szerintem nem voltam ilyen köze. Van a T1. Eszek is ilyet. Ingyen van. És ha... Faszom, most akartam mondani. Itt hagyja támadni. Biztos úgy gondolja, hogy ez alapidézés, elboldogó. A tollat elviszem, de más nem kö. Lukinak van ilyen hangja. Kapd el. Idézésnél, ahogy látjátok, három helyszín van. Ha mind a három helyszínen meghalt mindenki, vagy elfogtuk, akkor jön a következő menet. Mondjuk úgy. Hát ez a szó szerint mind ilyen feláldozható. Ide még talál se kell.
Meg Lúd sem mondható, hogy valami túl fényes lenne. De egyszer lehet, hogy ad valamelyik. Hát ez egy szoknyát adott volna. Szoknya az jelen nem igen kell nekem. Oké, szupi. Hát itt nagyon fogdosni nincs. Van a bomba? Van? Az bomba? Hogy vigyen a bomba? Hé, de ez volt az utolsó, nem? Ó, bazd meg. Bombázásokat utálom. Szép volt. Megnézzük hát, ha van valamelyiknél valami. Azt hittem ilyen látom azt. De nem. Vagy. De... Nem. Nem, nem. Nem, elvisszük. Legyen valami pluszunk. Legyen ide a pulyka. Hú. Szia! Jó reggelt! Ez eléggé nehéz pulyka. Most nem fog tudni mozogni. Van még benned hely? 50 kilós pulyka, bazdmeg. Oké. Okay. Na, menjünk tovább. Neked is jó reggelt, vagy lehet, hogy mondtam. Ah, mutasd, mit tudsz. Hát sokat nem tud. Itt van jó. Ezt betesszük majd a lóba. Meglőtt a köcsö. Öld meg. Ez mit akart? Na nézzük. Na igen, alapidézés. Sok minden... Ó, ennél majd... Ó, bazd meg! Alkímia! Nyitottam ezzel alkímiát! Ezt itt nem hagyom. Pilanyáda. Ez bomba volt. Ne menj el! Itt a bombás! Öld meg a bombást! Miért öl meg? Nem tudom mozogni. Egy jó tanács. Ha találtok batyút, bármi lehet benne. Otthon nyissátok ki, mert lehet, hogy így jártok mindén, hogy... jó cuccot találtok benne. Kéne lovam. Azért az alapidézésnél is jöhet ez az. Úgy basszus, hol a lovam? Kicsit messze hagytam a lovamat. Mindjárt folytatjuk. Valahogy így hagytam a lovamat. Abban legalább van hely. Ezzel alkímia. Na, mennyi. Haza ne menj. Ezután megyünk tovább. Tessék. Ezt is beletesszük. Így. Na, mehetünk tovább. Vagy... Ilyen T1-T2-kkel harcolunk, szóval...
Nem inném, hogy a lónak baja lenne. Alapidézéssel. Ez a maszkos, ez szerintem valami maszkos. Egy jó. Tényleg. Ő. Igen, bombás törd meg. Után bombás. Itt egy bölény. A bölény az nem jó. A bölénye foglalkoz. Hogy vigyen el a villám? Meghalsz! Meghalt. Ennél nincs semmi. Azt látja más is? Semmi. Ó, ennél is van egy maszk. Ugyanaz. Nem hiszem el. Pulykát is tegyük a lóba. Még nem játszol? Na, itt lesz egy zsákos. Kettő zsákos. Most jelenleg a lovas sporta nem a legjobb. De azért ezek is tudom esedezni. Tévedtem. Ez lesz a harmadik menet. Ennek mi van fákja? Mi ez a fákjás Józsi? Még sose láttam olyat, akinél fákja van. Csak én olyan vagyok, hogy aki kíváncsi, az hamar megöregszik, bazd meg. Kinyitjuk. Fa az nem köt. Kőfa nem kő. Egyik se kő. Ezek a lovat biztos nem fogják megölni. Ó, egy boss! Szép volt! Állóva lehet, hogy nem, de engem esetleg meg. A bombásokat utána meg jobban. Volt is, nincs is. Valami? Semmi? Valaki? Hát oda elvisszük. Ennél volt egy fragment? Mennyi pontom van? Meg úgyis, hú, bazd meg, alapból van még 948 pontom. És mindenki van tanulva. Akkor nem esszük meg. Mi a tököm az? Jó, halálfej. Jó, ezeknél semmi sincs. Itt nincsenek sokan. Na, ennyi volt az alapidézés, fiúk, lányok. Amit elmondtam. Ezeket még megnézzük, mi van bennük. Ki tudja, mi van bennük. Nem kell, nem kell.
ez volt a szürge, a Tal idézés. Akkor most elmenjünk a szürkékhez, és ott meg szobrokkal idézünk. Csak ott meg boss-t. Szóval ezért van a szigeten két lehetőség idézése. Az egyik ugye ez, amikor talokat idézünk, a szurga, a másik meg amikor bosszokat idézünk szobrokkal. Kéne inni. Melyik az... megvan. Talom az könyvben hogy áll? Jól. Hát volna ott van. Ez nem az enyém. Milyen csini vízi? Itt vannak a hölcsögök. Pockok. Gondolom idézés miatt jöttek ide. Közelebb is tették volna még. Viharzi. Mi beljebb van. Miért? Mi volt? Mi történt? Pörzsötök volt? Az egy ilyesz? Ah. És mi történt? Kevesen voltatok, túl sokan voltak, vagy... Nem látok a lótot. A pajzsos néni, ide! Jó, nem köszönöm. Így is megvan. Csak egy kis stamina. Mindjárt... Beszéljük meg. Úgy. Semmi is. Van, van kis tégla. Téglát elviszem. Ja, úgy volt szerencsétek. Szóval a névtelenbe voltatok, a név... És úgy bosszoztatok. Azt hittem esetleg azokat, akiket pluszba letettem. Bár Benny meg... Arnold, vagy ki a másik játékos? Ők szinte mindenkit megöltek azonnal. Bár pótoltam, de... Ez ki? Hogy bazd meg! Meghalsz! Valahogy így. Jó, most csak egyenesen kell menni. Világítós szellemek? Oda tettem le boss-t? Nem tudom, hogy mit hova tettem, ha tettem le. Jó, de... Most úgy volt szerencsétek, hogy találtatok... Predátort, meg Chromot, vagy úgy volt szerencsétek, hogy meg tudtátok ölni őket. És nem ti haltatok meg. Vagy... Ó. És hányan voltatok? Jó felemegyek? Nem jó felemegyek.
Vagy te még élt. De lehet, de nagyon ritkán adja, de a pedátort is. Na ez mindjárt meg is hal. Na ez már fegyver, ezt nézd meg. 96-os sebzés, vérzést okoz. Legendás, szigetes. Otthon lehet kraftolni. Tegnap láttam, hogy fönn voltatok DC-n. Ha jól láttam. De végülis, ha valaki bosszozik, jobb beszélni, mert amíg csetel valaki, eddig meghal. Öld meg. Pusztítsd el. Hát nem így gondoltam, de hát ezt nem látta senki, ugye? Hát igen. Hát van egy ugye ilyen jó 5 másodperces késés az adásoknál. Szegény keresett. Megbotlott. Előfordul. Meg szerintem level 10-es. Meg kell nézni, mit kapott. Meghalsz. Mit kapott? Még nem level 10-es? Mennyi kell még neki? Hogy bazd meg. Hát itt jobbak a cuccok, mint odaát. Ugye itt is megvannak ugyanazok, amik odaát, plusz még a szigetes dolgok. Na, és itt vannak a szürkék, akiknek ilyen jó cuccaik vannak. Meg még jobb. Könnyű őket megölni, de ha elkapnak, akkor megbasznak. Ezt jól megmondtam. Ezeket véleszedni lehet, igaz? Nincs semmi. Ah, milyen csóró vagy. Igen. Én fejszét nem használok. Egyáltalán. Bár vannak szigetesek, ilyen kétkezesek, a másik mappal nem tudom, hogy van-e vagy sem. Jó néz ki, de sokan nem sebez. Ha megvettél minden DLC-t, megvetted a szigetet is? Ez is DLC. Gyere, mutasd mit tudsz. Persze, amikor előveszem nyílat, akkor jön. Mutasd mit tudsz. 150... Na most lehet level 10. 158 a HP-juk, de sokat sebeznek ezekkel az obszidián fegyverekkel. Na akkor most nézzük meg, mit kapott. Alakul a lián. És szigeten játszottál valaha? Vagy mikor vetted meg? Na, ezért jobb szint úgy beszélgetni. Ennyit élni tudod ki. Sziasztok, fiú! Mutasd, mit tudsz! Hagyjál békén! Be van egy kis obszidia. Na, ezt mondom. Megölöd és elég gyakran annak fegyvert. 62-es sebzés. Kis bunkóka. Obszidiánnal meg lehet javítani. Vagy legendással. Meg, ha ki van tanulva. Szürkék receptjei, az ugye itt vannak a szürkék táboraiban.
Ja, akkor most vetted meg, amikor akciós volt. Oké. Okay. És tervezed, hogy elkezded te is a szigetet, vagy... És gondolom, hogy majd valamikor elkezded. Ha megvetted. Na, Emelmennek meg lesz a fejszéje. Odaadja. A fejszesebb ez a legtöbbet. 99-et. Hogy bazd meg? Ez nem az a fejsze. Ez mi? Mi a zel? Blablablablabla. Nagyon érdekes út. Csak 66 sebb. Elvisszük, mert bezúzom is kapok obszidiánt otthon. Ott se kell befejezni, hát mi is befejeztük. Ahogy nézzük, én már elég régen befejeztem. Ők nekik is megvan minden, de most sziget az új, minden nekik legalábbis. Látod, hogy kik vannak fenn. Itt vannak a hölcsögök. Nem hölcsögök. Van rákcsáló, hogy miatt a nevük. Mindegy. Nekik is megvan oda minden, de... Itt is játszanak kicsit, mert nekik ez most új, aztán majd váltogatják a világot, ahogy én is. Ide hozzám, Józsi. Ennek is ilyen bunkója van. Dungeonökben? Például? Na, itt az egyik hely a szürkéknél, ugye három medence van, amit mondtam, és itt lehet idézni szobrakkal, és én mindig a középsőn idézek. Nem, mert mit se halunk meg. Lovat azt ide leteszem. Meg kellenek a szobrak. Ezek milyen ezek? 11 kiló, bazd meg! 10 kiló! Jézusom! De nehéz. Egyszerűen működik, idejöttök a szobrokkal, és ide teszitek. Hú, bazd meg! És megmozdul a világ. És ismétlem, aki idéz, azt támadják. Ezért szoktam mindig másnak odaadni. Na, ez nem azért, de ez egy egyszerű idéző. Jézusom, agyábékén. Jelenleg a legjobb, amit tehetünk, a futi futi. Agyábékén. Én csak sétálok. Jó, az beakadt. Kicsi sokan vannak. Ha látom, kicsit elmerülnek a talajban. Az, a boss támad. Jaj, ez fájni fog. És nem fáj. Aha. Támadj már, vazd le. A boss, a boss. És nézd meg, ezt mondom nektek, a trallom üti vágja őket, de nem vele foglalkoznak velem, bazd meg, mert én idéztem. Szóval, ha idézni akartok, adjátok annak, aki veletek van. Ő legyen a célpont. Na jó, ezt már kaptam. Köves nénikédet. Kicsit bágosak, azt nem bánom. Ezt elminném. Ezt már nem minném. Nem kő. Nem kő. Nem kő. Akkor ennyi.
jönnek az ősök. Pont. Mindig többet nyomok a keletén. Sokan jönnek? Ez nem olyan vészes. Itt vannak az ősök, az első emberek. Stamina. Öld meg! Jó, ezekkel már végzünk. Hozzáteszem, ezek a legkönnyebbek idézésnél. 26 kiló! Hát tudod, ki vigyel. Hát mivel jövök én, hülye? Ezeket el is tudom otthon kraftolni. Ezt nem adjuk itt. Jó, na, itt tudtok idézni. Szobrokkal. Ezek a legkönnyebbek. És most el kell menjünk... haza. Először. És utána meg elmegyünk még egy vaultba. És annyi. És el is telt... Több mint egy óra, bazd meg. De akkor olyan mozgalmas volt a napotok tegnap. Szépen, komótosan. Bár nem kéne komótosan, mert lassan ismét vihar lesz, de úgyis valódban megyünk. Gyí, paci, gyí! Ha vezetsz, ne igyál. Közben jön ő is. Na, külön de oda, hát biztos, hogy semmi se lesz. Még ezt, még itt kicsit játszok. Még megnézzünk egy vaultot, és utána ma is vicsejezni fogok. Biztos, nagyon... Ismét nagy kedvem van. Visszük tovább a mellékküldeket. Kapunk ilyen 20-30 koronát, meg 1-2 XP-t. Szerintem nem van vissza spawnot. Vagy nem is itt voltunk, bocs. Ott mentünk át. Először azt hittem, hogy jön valaki mögöttem, basszus. Nem is a farkasos valóban megyünk el, basszus. Az itt van. Itt van az ördögös. Megyünk a pokolba. Azt nem tudom... itt vagy? Lehet, hogy már nem vagy. Azt akartam megkérdezni, hogy a lóba van. Mivel kell madarat felnevelni? Addig beteszem a kulikát a ütőbe, amíg meg nem nézem a... Lehet, hogy maggal föl lehet. Fűmaggal.
volt valaki, vagy mi? Se kígyó, semmi nincs itt. Itthon, édes itthon. Nem, füve nem el. Ez itt tönkre megy? Úgy értem, megpusztul? Nem. Nem megy az idő. Akkor benhagyom. Valahol van mag. Azt tudom. Talán maggal föl lehet nevelni a pelikánt, vagy mi a tököm az. Hát csak ide. Most madárkaja az nem tudom, hogy most... Nem, maga se lehet fölnevelni a pulykát. Hát mi a tökömmel lehet ezt fölnevelni? Hát majd megnézem Wikipédián. Ha benn van a izébe, úgyse pusztul meg. Nem megy az ideje. Jó helyen van. És azt mondtam, hogy ezt be lehet zúzni? Be lehet zúzni, ezt bezúzzuk, ezeket is bezúzzuk. Na, bejössz? Jaj, a lóban is vannak cuccok. Ki kell pakolni? Hol a ló? Hú, ez nagyon nehéz dolog. De egyet adok neki, elveszünk egy kis levest, és... Szupi! Jöjj velem! Ezeket is bezúzzuk. Oké, az obszidián. Ezt meg betesszük valamelyik asztalba. Ide biztos nem. Ide. Fogd a leveskédet, az kell neked. Ezt meg ide betesszük. Van egy kis téglám, az jöhet ide, ez jöhet ide. Úgy. Mely van, még van egy kis tollam. Hogy ne legyek már tollas. Szupi. Na és akkor mehetünk is tovább a vaultba. Megnézzünk egy vaultot, még így. Ami itt van pont mellettem. Az egyik. Több mint 12-ből.
Sauron tornya, középföldön. Jaj, kíváncsi leszek, mikor ez megcsinálva a dungeon benne. Elméletileg, ugye ahogy mondtam nektek, még mindig nincs kész a sziget. Még elméletileg itt is lesz térkép bővítés, meg még lesz ebben is elméletileg egy dungeon, a sötét mágussal majd lehet csatázni. Voltak, vannak ilyen hírek, pletykák. De ha azt nézzük, ugye amikor kijött a sziget egy és fél éve, és itt se volt semmi, viszont a terület meg volt, mind itt is. Szerintem van benne valami. Szép lassan ez is elkészül. Bocsi, most reggeliztem. Ennyit piálni. Jó fele még ki az? Jó fele. Jaj, ne! Utálom a korrupt farkast, még az alfa is jobb. Ez mindkét mappon egy köcsög. Többet sebez, mint egy hámkoponyás boss. Ennyi a pici. És nézd meg, már véres a liánom. Hogy bazd meg. Menj onnan! Beszorultam. Mindjárt meghal. Ez az 500 HP-t vesztett, bazd meg. Köcsög. Jó, már minden oké. Na, és itt az egyik vault. Minden vaultnak ugyanolyan bejárat a fiúk, lányok. Ha nincs benn senki, úgy értem, ha betudtok, menjünk közelebb. Kék az ajtaja. Ha fekete, akkor épp újra tölt a vault, mert valaki volt benne és végigvitte. Ha nyitva van az ajtó, akkor meg van benne valaki. Ne menjetek be. És ez a démonos vault, ahol ilyen józsik lesznek. Ilyen. Nem észre, és 2600 HP-ja van. És lehet véreztetni, meg mérgezni. És volt benne kis kő. Kő nem kő. És az bőlem, amikor valahogy közelébe vagytok, mintha dobogna a szívetek. Nem hoztam kulcsot, bazd meg. Hogy vigyen el a villám. Itt pedig mennyi nagy láda van. Mi vagyok én ilyen súlyos? Megmondaná nekem valaki? Pedig fogytam. Menjél dolgozni! Hogy mutogat? Vendége ki az elsőbség. Csontikat vésztek nem lehet, de a nagyokat lehet. Elég látványos. Bár lehet, hogy nekem nem is ezzel kéne támadjak, mert ugye mindketten mérgezést okozunk, hanem inkább vérzést kéne kérni. Ennek már nem kell. Kilőtt meg. Hol vagy?
Ebből nem kell semmi. Nem élek vele. Ez most ilyen játék, hogy amikor kinyitod, az lesz benne, ahol épp ott van. Most megy tovább, vagy... Ezt gondolom mindenki lát, hogy így változtatja a láda tartalmát. Megint. Most mi van? Ilyet még nem láttam, ez valami újdonság? A másik kéne, abban van legalább egy kis izé. Na, indulj be. Nem? Még játszani is lehet a játékban, az jó? Na, indulj, indulj. Igen, 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 nem, nem. Faszom, másik kéne. Ez. Nem. Ez. Na. Előbb jó volt. Mindegy, ebből nem kö semmi. Valószínűleg van bug. De ez jó volt. Előbb ki kellett volna venni a kémpolt, nem kémpolt. Nem jut eszembe a neve. Na, itt van nagy láda. Adamantiumot elvisszük. Azért kell valutokba mászkálni. Na, és ugye itt a szigeten a bosszok csak kulcsot adnak. Valutokban vannak ilyen nagy ládák, amit a kulcssal lehet kinyitni, illetve ugye a minden láda itt van a sziget közepén a Sauron tornyánál, én így hívom. Sötét tornyánál. Szóval itt bosszoknál ládát nem találtok, ott csak kulcsot kaptok. És vagy elmentek vaultokba, és mindegyik vaultban legalább egy nagy láda van, ami kulcsos, ami legendás vegyót ad, vagy páncét, vagy valamit, vagy központ. És a torony környékén vannak a legendás ládák. Kiszállodobb az meg. Ennyit pofázni. Hello, hello. Hogy vagyunk? Én voltam elő. Na, ez így sokkal jobb érzést is kap és mérgezést is. Ezt lehet, hogy bekaptam. Nem biztos. Elfogyott épp a stamina. Ládát néznék. Becsukta a ládát! Mit tettél bele? Mutasd! Mi van benne? Téd a nagyfiú. Ennyi mő. Osztozzunk! És ezt kihívtad? Ez érdekes volt. Tessék, Kemzone, ott a fejszéd. Ez viszem. Hé, hey, beszóltottátok? Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Hú, bazd meg. 130 kiló. Köszi. Fogyózok. Két nagy láda. Jó lenne a kulcs. Pedig otthon van egy láda, ami kulcsom, basszus. Mindig elfelejtem.
Az, győzni fogunk, de nem ma. Hello, hello, hogy vagyunk, hogy vagyunk? Szerintem mi a nagy film a köszönne? Ilyen a nagy film mögöttem. Ez ennyi sebe, ez bazd meg, ha eltalált. Beakadt a nagy fiú. Meghalt a nagy... Ó, adjad ide. Ezt majd visszanézem. Hát hogy mutassam, a csontosnál volt, azt mondtam. Ott a fejszéd. Ott van a csontosnál, azzal küzd. Na, nincs fejszle. Váltsunk vissza. Látod? Ott a fejszle. Ott van nála. Maradjunk ennél. Ebbe is van zsák. Átálljunk zsák, bazd meg. Kaptam 3-at a zsákból. Érdekes. Valaki mondta azt, hogy a találókban vannak zsákok. Vagyis nem mindegyikben, de van. És... De azt például használni nem lehet, ha jól emlékszem. Ja, ki lehet nyitni falakat. És itt is vannak ládák. Vagyis... Öld meg, addig én megnézem a ládát. Egy kis tégla. Tégla, az mindig jó. Na, itt már itt van. Tessék. 40-es sebzés. Ilyen van a liánoknál is kezdetbe, amikor elkapjuk őket a másik mappon. Meg minden Asgardinak, ha jól emlékszem, ilyen fegyver van. Ez a keményebb... fény, vagy hogy mondják magyarul. Jó fegyőjük van a csontosoknak. Ijász. Ne menj el! Ennél meg... Ja. Azt látja mindenki? Bár most... Most a HP-jukat lehet főleg látni. Ez a balkóbáznak? Ez az, ez az, ez az. Kőpapírolló. Ki győzött? Szerintem én. Az a vietném bezúzni, de minek? Valakit hallok. Meg is van. Hogy vett észre? Nem jó a... Enyém a csontos téd a nagy fiú. Mit szólsz? Ott, ott, igen, ő. Ő, vele ismerkedj. Ez a 2000... Hány, mennyi HP van? Öcsém, 2600. Elfáradt. Az jó. Túl késő. Itt is ki lehet nyitni a falat? Semmi. Nagy láda, kulcsos. Ez a... nem tudom, a harmadik talán? Ami legendásat ad. És... ez nem tanulható.
ezután boss lesz. Nem kemények itt sem. Vagy nem keményebbek, mint odárt, viszont ha sokan vannak, nem hagynak békén. Bocsi. Ez jó, mint a fejsze. A fejsze 40-et csebez. 43-at. Vaultokban, itt teljesen másképp vannak a dolgok, mint a másik mappon. Nincs igazából kiemelve a környezetből. Ez is egy tanulható szobor. Most ha valaki nem jön ide, szó szerint, és nem néz ide, hogy el lehet nyomni egy jelbetűt, akkor ezt nem, lehet, nem látja, nem tanulja meg. És itt mindenhol így van. Semmi sincs kiemelve a környezetből, szóval... Szó szerint mindent meg kell nézni. Hau, ott van mögötted. Nem adom, ott van mögötted. Ezt vissza akarnám nézni, csontos vigyázz. Na milyen látványos ez, bazd meg. Köszöntem. Oh. Kávészünet van, kávészünet van. Amíg előveszi, vagyis felemelérni meg is van. Ott a boss. Vaultok mind ilyen minimum 20 perc végigvinni. Mindegyik... Minden vault fiúk, lányok más nehézségű. Ez ilyen közepesen... Erős vault. Lehet, hogy nem tűnik annak, de hát... Rihanna vagyok, legjobb páncélban. Mert nekem is a legjobb fegyverem van, nem csoda. Most ha valaki bejön egy teljesen kezdő... Valami gyengébb trallal, páncéllal, fegyverrel... Értitek. Mind a másik mappon is. Na, ő a főnök, ő a boss. Minden vault végén van boss. És csak úgy tudsz... utána kimenni, vagy mögötte kimenni, és olyan kincsekhez oda menni, hogyha megölöd, mert csak utána tudod kinyitni az ajtót. Persze vissza tudsz menni az elején, és ott is ki tudsz menni, ha a boss nem akar megölni. Hogy mutogat az meg? Te oda! Te oda! És a bossnak van... És szeret. Csak a HP-ját akartam megnézni. Bossnak van 10.000 HP-ja. Mennyi? Mindjárt jövök. Ezt csak végignézzük. Küzdjön meg a kajáját! Mindjárt meghal. Fél HP.
Kapott egyet, Diótól is. Ez nagy csapás. Itt minden sokkal látványosabb, az biztos. Köszi, hogy itt voltál. Ezeket is meg lehet sárkányozni, pompom, és most nyílt meg az, hogy ki tudunk hátul menni. Amíg a bosszok meg nem vannak, addig itt nem tudod kinyitni. Minden vault végén van két recept valahol. Itt most pont itt van. Van egy videó, ami a sziget történetét mondja el. Van egy nagy láda, sok cucca. Két kis láda. És ennyi. Volt egy háború. Itt egy videónak is kellett volna lenni a szöveg helyett. Lehet, hogy kicsit bágos. Aha. Minden maut végén videó is van. Kicsit bágos. És akkor itt ki tudunk menni. És teljesen itt jöttünk, jól bementünk. És ahogy látjátok, ahogy mondtam, fekete. Mert most újra tölt a bault, mert most vittük végig. Szóval 10 perc, amíg újra tölt, addig nem lehet bemenni. És ahogy látom, elkezdődött a viha is a szigeten. Hagyjál már! Ó, itt van. Oda né, gold. Legrövidebb út az egyenes. És egy vaultban 65 és 85 közt lehet shot per kb. Adamantiumot szerezni. Ami kell a szigetes fegyverekhez, páncélokhoz, receptekhez. Most lesz a vihar. Oké. Na, ez tök jó volt. Itthon, édes itthon. Még őket öljük meg. Hova mentek? Fiúk! Nem látok a gasztól. Nehogy bazd meg. Na ezért akartam megölni őket. Még kapnak egy, kap egy szintet. 16 lett? Ó, akkor már leve 10. Mit kapott? Faszom! Mínusz 5. Az már páncélból vette. Itt is találtok a PvP zászlónál, ha valaki harcolni kíván. Mind a másik mappon, bár a másik mappon két helyen is van. Purge. A via az itt a szigeten eléggé fontos. Szinte minden szerveren így nálam is így állítottam be. A viharban szörnyek jönnek, akiket ha megölsz, kapsz energiát, amiből tudsz idézni. Illetve ha építesz
hogy állítottam be? Mástól? Minimum gebajdegő összefű belágelünk. Ha minimum a vihar területén 15 alapot vagy valamit leteszel, akkor bosszok is megtámadják azt az épületet, amit mutat is a map, hogy ott megtámad. És a bosszok is annak energiát, illetve recepteket is adhatnak. Szóval itt a szigeten eléggé fontos a vihar. És az egész középső rész vihar terület, szóval itt nem is lehet lakni. Pont a vihar miatt. Szóval csak itt lehet lakni, keleten, nyugaton, meg itt délen. A középső rész a vihar miatt lakhatatlan. Szóval 90 percenként van fél óra vihar. Bocsi. Evidentemben ennyi a vihar. És VR kezdés 10 perc, addig ha esetleg valaki a VR közepén, nem a VR közepén, sziget közepén van, az ki tud jönni, vagy ha valaki szörnyeket akar ölni, energiát gyűjteni, vagy bosszozni, szóval építeni valahova, majd gyorsan egy 15 alapot, be tud menni bárhonnan, ezért van a 10 perc, vagy kijönni, hogyha nem akar VR-ba lenni. De energiát a táborokban is, ládákban is lehet találni, de minimálisat. Meg a szörnyek lényegtelen, hogy boss törsz, na itt a vihar. Ez már az. Fölmegyek a toronyba pillanat. Ó, ezt így oldottam meg. Nyílj ki! Ne! Nyi a faszom! Benzárodj! Túl magas vagyok? Túl magas vagyok, bazd meg. És itt még van egy szint. Nem. Mindent meg lehet oldani. Én néz ki a VR. Shotspell kb. Egy kicsit benne vagyok a tetőbe, de hát ezt Conan megszoktuk. Itt nincs olyan, hogy hol a legjobb kezdeni, mert a másik mappon Liánt itt, ne, itt Lián János meg ilyenek nincsenek. Csak nekem. Itt olyan, hogy legjobb hely nincsen. Mert a másik mappon ugye van a kezdőrész. Ott úgy van, hogy minél följen mész, annál keményebb az élet. Itt viszont mindenhol ugyanolyan. Szóval itt jóval nehezebb az élet kezdetben mindenképpen. Hol a legjobb kezdeni? Lényegtelen. A lényeg az, hogy valami magaslaton kezd, amit nem ér a pölcs. Viszont van valami támadási rész, amit meg tudnak támadni. Mit tudom én, a házat fölteszed valami kis dombra, de alul van a kerked, istálló, nevedéd, még valami, hogy azt meg tudja támadni, hogy nehogy a házba spónoljanak. Hú, bazd meg. Együnk kiszálltam. Ne. Nem jó, fele megyek. Viszont itt én sokkal jobban szeretek lakni, élni. Magas vagyok, bazd meg. Itt még van egy... Kimászok, nagy nehezen. Föl a csúcsig. Ez pont olyan, mint ugye a másik mappon is szoktam a kincskeresésnél szigetes fegyverket
állatokat beletenni. Ugye én mindenhez tudok magamnak spónoltatni. Mind a két világból, ami a játékosok is elérhetnek, meg olyat is, amit senki nem élhet-e. Nem élhet, van démon pókon. Ha senkinek nem lehet. Csak egy példa. És az új DLC, ugye? Amit egy hétig építettem, bazd meg. 11 órakor szerintem ebédszünet lesz, és utána lesz ismét izé. Nem itt megyünk le. Hát itt már lemeltünk, ez be, nem fog belehalni. Úgy. Egy kicsit megütöttük a popsinkat, ez ilyen van. Na. Kidobom a cuccokat és annyi is. Mi van? Van. Viszont ahogy mondtam, kinyomom a csetet. Bocs. Amíg stream megy, addig nincs chat. És ugye nekem van olyan kovácsom, ami sokkal jobb fegyvereket tud készíteni, meg páncélokat, mert ezeknek nem ennyi a sebzése, alapból ilyen 76. De ha én, ha ez a kovács, csak kaptam 90, és hozzájön még ugye a szögezsák 96. Szóval én mindenből sokkal jobbat tudok készíteni. Belegossz időzítés választottál pont vihar, ne? Mert fél óra vihar. Ugye, amikor vihar van, olyan, mintha ilyen lenne sötétség. Szóval... De egy jó tanács, ha egyesetleg nem egyedül kívánsz játszani, itt vannak a patkányok, nem patkányok, bocsi, hölcsök, vagy mi volt, vagy nem tudom én mi, itt van egy másik játékos is, itt van motó is, egyedül At is, aki a Nónál Meklán, ilyen még csak At is van itt, ő lakik itt, én lakok itt. És valahol itt van Imain, itt van a... milyen klán? Nem klán, Melkon, jelenleg ennyi a sziget lakossága, jól tudom. Szóval ha a Purge-nél nem akarsz igazából egyedül lenni, úgy értem, hogy... pillanat. Én azt javaslom neked, hogy valahol... felénk néz egy lakható helyet. Mert akkor tudnak a többiek Purge-nél segíteni. Mert itt a szigeten nincs olyan, mint a másik mapa, amit ismétlem magamat. Itt mindenhol kemény a Purge. Nem úgy, mint a másik mapon, hogy szép lassan, ahogy mész föl, nehezebb a Purge. Hiába maxos a szint. Itt mindenhol ugyanolyan nehéz. Szóval jó védhető helyen kell kezdeni. Meg ha jóval vannak szomszédaid a közelben, akik tudnak segíteni. Na, ennyi fiúk, lányok. Fölmegyek. Emléltek, kipakoltam mindent. Ja, megjavítunk mindent. Azt még meg kell nézni, hogy a... mi a tököm az... mi volt a struc, vagy mi?
Majd megnézz a Wikipédia, mi kell neki, hogy fel lehessen nevelni. Ha jönne valaki hozzám, az étterembe, kocsmába, itt a lista. Majd bővítem. Hé, a kocsmában nincsen ki. Ó, ide majd még akkor kell valakit betegyem. Betennem. Na. Szóval, köszi, hogy itt voltatok. Majd találkozunk. Délután bicsezni fogok, szerintem megint egész nap, 5-6 óra. Meg a másik játék is érdekel, amit ugye tegnap kezdtem, az a Enováros játék, most nem jut eszembe neve, de azzal játszottam tegnap. További szép napot, jó játékot, később találkozunk. Sziasztok! És lassan eltelik 2 óra, basszus. Megint. Mama, I made it the force.